Köszöntök mindenkit először is. Ismét dolgos és munkás és nehéz évünk volt a tavalyi előttihez hasonlóan. Először is onnan szeretném kezdeni, hogy megalapozva tulajdonképpen az idei szezonunkat sikerült ugye, mint köztudott, leigazolnunk a klubunkhoz a egyik legsikeresebb mesteredzőt Magyarországon, kézilabda sportágban, Skalicki László urat, aki olyan alapköveket tett le a kézilabda sportágra, ami örökre beírják őt a sporttörténelembe. Úgyhogy ez nekünk már eleve egy óriási siker volt, és innen készülhettünk az idei esztendőre. Hát sokkal nehezebb munka volt, ha lehet így fogalmazni, a játékosoknak, meg a minőségi játékosoknak a leigazolása, összegyűjtése. Ugye mindig szoktam mondani, és hát aki benne van egy kicsit ebben a világban, az tudja, hogy alapvetően az utóbbi években nagyon kevés lett a minőségi játékos, és akik vannak, azok is az NB1 fele, tehát NB1-es csapatok elviszik egyből ebből az osztályból, a másodosztályból, aki kicsit is kiemelkedő. Úgyhogy hát így volt, nagyon nehéz elindulnunk, pedig hát nagyon sok, akár menedzserre vagyunk kapcsolatban, több szakmai tanácsadóval is kapcsolatban vagyunk, vagy mesteredzőkkel, edzőkkel, nagyklubokkal. Nagyon nehéz a játékos szerzés. Ugye ez részben kicsit a városunk elhelyezkedését is miatt is van, hiszen hát úgymond messze vagyunk Budapesttől, de hát mondhatom, hogy esetleg sok csapat is messze van Budapesttől. De ugye mi még kicsik is vagyunk, tehát hogy egy megyeszékhelyre, vidéken még mindig egyszerűbb játékost vinni, de nem szeretnék panaszkodni, szerencsére egy viszonylag egész jó kis keretet sikerült a lehetőségénkhez mérten összeszedni, és hát Skalicki tanár úr meg is kezdte velük a munkát. Nagyon dolgos volt az alapozás is, és a gyakorlatilag az évközben a meccsek is, és az edzések is. 262 edzés ment le ebbe a szezonba, ami azt gondolom, hogy egy elég komoly szám, és ebben nincsenek benne még a videós foglalkozások és az egyéb ilyen csapatépítő rendezvények. Volt egy nagyon jó felívelő pálya ősszel, aztán akkor ott jött a Covid, és több csapatnál is jött a Covid, akkor mi egy jó tendenciában voltunk, és nem tudtunk velük játszani, mert ők halasztottak, pedig jó lett volna nekünk. Akkor volt olyan időszak, hogy másfél hónapig csak edzettünk, nem volt meccs, azért ez megint próbára teszi a játékos, mert azért szeret, kicsit várja a játékos a meccseket, hogy ott megmutassa az edzésen gyakoroltakat. Ezt nem sikerült ott bemutatni, akkor jött a karácsonyi szünet, decemberi szünet, januárban ligakupa sikereink voltak, az nagyon szép volt amúgy, kis hián megnyertük a csoportunkat, nagyon pici múlt, hogy nem, és ott január végén volt még egy csúcspont, és utána pedig nálunk is jött a Covid, és három játékos, öt játékos, tanár úr is Covidos volt, aztán utána ez két hónapnyi munkánkba került, hogy innen felálljunk, újra kezdjük, mindenki összeszedje magát, ugye a Covidból egy 2-3-4 hét azért a kitábolás, és akkor talán azt lehet mondani, hogy március közepén lett újra 100%-os a csapat, és akkor lehetett igazán megint, akkor megint jöttek az erős ellenfelek, sajnos ilyen a sorsolás, de azt gondolom, hogy utána viszont egy nagyon szép szériát tudtak a lányaink produkálni, és most ott állunk, hogy 5.-6. hely környékén, nem tudom még biztosan, nagyon bízunk benne, hogy ez az 5. lesz, de bármelyik is lesz, ez egy történelmi eredmény, klubunk 44 éves történelmében ez a legszebb és legnagyobb eredményünk, úgyhogy ez mindenkinek gratulálok, köszönök mindenkinek mindent, szponzorainknak, támogatóinknak, egy nagy mezőgazdasági cégnek, aki mindig velünk van, segítőinknek, akik sokszor láthatatlanok, mert nem látjuk a pályán őket, vagy a pálya szélén, de nélkülük nem lennének játékosainknak lakásaik, nem lennének ilyen ügyes-bajos dolgaikat nem intézni senki, és azt gondolom, hogy itt most egy olyan közösség alakult ki a stábunkba is, aki alkalmas arra, hogy egy ilyen szintű klubot üzemeltessünk, stabilizáljunk, és akár egy szebb helyre juttassuk, vagy szebb eredményhez juttassuk. Úgyhogy most folyamatban vannak a tárgyalások, jövőre a játékosokkal, már 80%-a a keretünknek meg is van. Azt örömmel mondhatom, hogy 4-5 erősítés fog érkezni csapatunkba, nagy klubtól is, kisebb klubtól is, de mindenképpen pozitív szemléletű és győztes játékosokat kerestünk, és úgy gondolom, hogy őket sikerült is találni. Továbbra is megy még a keresés, még ugye a kieső csapatokból is tudunk talán igazolni, ugye majd most napokban dőlnek el, kik lesznek a biztos kiesők,
Ugye most tovább szigorodott az NBA-ben szabályzata, mert az utolsó három csapat az egyből kiesik, tehát nincs osztályozó, nem nézik meg a pontszámot, egyből kiesik, és fölötte pedig két csapat osztályozót játszik. Nagyon örülök és hálás vagyok minden játékosunknak és a szakmai stábnak, hogy mi elkerültünk mindkét helyet, tehát a kieső zónát és a osztályozó zónát is. Tehát gyakorlatilag mi biztosan és nyugodtan várhatjuk a jövő NB1-B szezont. Aztán ott megint nagyon kemény lesz, mert jövőre már az első ötbe kell ahhoz bekerülni, hogy ne essünk ki, hiszen az NB1-B nyugatot és NB1-B keletet két év múlva egy osztályba fogják tenni. Úgyhogy nagyon kemény harcok várhatók, nagyon nő a tét, anyagiakban is, minőségi játékosokban is nő a tét, úgyhogy nagyon kemény versengés lesz, még keményebb talán, mint most. Abba bízok nagyon, hogy a koronavírus, beszélnek negyedik hullámról, hogy ez nem jön el, vagy nagyon szolidan és finoman, ami nem befolyásolja ennyire sportot, mert akár anyagiakban, akár erőforrásügyileg, játékosnak, edzőnek, elnökségi tagnak, mindenkinek nehéz egy Covid leállást kezelni. Nagyon-nagyon megnehezítette a dolgunkat, de hát az bizonyítja, hogy a játékosaink meg a szakmai stábunknak az erősséget, hogy így is helytáltak, és így is egy történelmi eredményt produkáltak. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy 5000-es kisvárosként a négy helyre lenni az NB1-es feljutástól, az szerintem egy nagyon szép eredmény. Természetesen jövőre is csak alázatosan és szerényen tesszük a dolgunkat, és mindenképp olyan célt igyekszünk kitűzni, ami reális. Ugye idén az 5.-8. helyet tűztük ki, ez azt gondolom, hogy majdnem szinte 100%-ban sikerül is, reményeink szerint. Úgyhogy én köszönök mindenkinek mindent, a szurkolóinkat a nyílt kapus mérkőzésekre ezután is várjuk. Készülünk majd nyáron egy felkészülési tornával, azt majd időben hirdetjük, és akkor mindenki tud tervezni. Ott már legalább a jövő évi keretünket tudja mindenki látni. Úgyhogy bízok benne, hogy megint csak egy jó közösség fog kialakulni. És hát ugye, ha még nem lenne nyilvános, de tulajdonképpen mi tavaly elmondtuk, tanár úr minden reményeink szerint marad jövőre, két éves szerződést kötöttünk tavaly, úgyhogy jövőre is vele futunk neki a NB1-B nyugat csoportjának, és hajrá CNKC!